a vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed órában 3-4 góllal vezettek a több játékosát nélkülöző Máté Szalka ellen. A házigazda az első félidő hajrájában utolérte ellenfelét, sőt a vezetést is átvette, de végül egy gólos Vitkai előnnél vonulhattak pihenőre a játékosok. A második játékrész elején percek alatt 6 góllal ellépett a vendégcsapat, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A folytatásban már csak a különbség volt kérdéses, végül 8 góllal nyert Dévényi János együttese. Az edző a győzelem ellenére sem volt elégedett csapata teljesítményével. Fegyelmezett védekezést szerettem volna, tehát ezzel a csapat ellen a beálló körül védekezésünk tragikus volt. Helyeztünk a megfelelő megállító fautokat, illetve a csapdákat. Nem nyitottuk úgy, ahogy kellett volna, hogy ez egy könnyebb győzelem legyen. Az első fél időben, ugye bár szoros is volt a mérkőzés, emiatt, illetve támadásban olyan lődniket, tehát ez a komédiában illő történet itt ezekkel a cserékkel mindkét csapat részéről, tehát azért mondom, tehát már, amikor már nincsen lejjebb szint volt. Itt is nálunk is, meg a Máté Szalka csapatánál is ugye voltak rossz cserék, tehát nem tudom, az legutóbbi 20 mérkőzésen nem történt ilyen. Nem láttam ennyi ilyen mennyiségbe, úgyhogy úgy az egész meccsbe lesüppett egy ilyen semmilyen színvonalba. Támadás befejezésünk nem voltak átgondoltak emberelőny, de amikor emberelőny volt, nem emberelőnyt játszottunk. A hazaiak edzője szerint a szűkös játékos keret is közrejátszott abban, hogy csak egy fél időn keresztül tudták tartani a lépést a Vitkával. Az első fél idővel meg vagyok elégedve, tehát hogy ott nem nagyon tudnék mibe beleszólni. A második fél időben elfáradtunk, nem koncentráltunk, nem törtünk rá a falra, passzívan játszunk, nem merünk lőni, nem adjuk a labdát időbe, a szélsőinket nem használjuk ki, pedig nagyon jó szélsőink vannak, és ezek a hibák, ezek nem férnek bele. Én bízok a lányokban, meg mindig jó kedv van, nem szoktunk általában szomorkodni, tehát mindig jó a hangulat, és próbálom áttörni ezt a hullámvölgyet, hogy együtt majd közösen kijövünk belőle, és akkor, ha nem is ebben a szezonban, de a másodikban még jobban tudjunk teljesíteni. A tabella élén a DVSC U22-es csapata áll 16 ponttal, 100%-os teljesítménnyel, a 14 pontos Füzesabony és a 13 pontos Vitkaese előtt. A 9. fordulóban a megyebeli csapatok közül a 6. helyen álló Máté Szalka Hevesre látogat, a Sereghajtó Kálósemjén Salgótarjánban lép pályára, a Vitkaese pedig a Hajdúböszörményt fogadja.